És egy pici ismétléssel szeretnék kezdeni. Az apostolok közbenjárásairól van szó, mert hogy ugye arról beszéltünk, talán emlékeztek, hogy a tehetünk-e mi valamit azért, hogy az Úr Jézus Krisztus mi hamarabb megérkezzék. Hát és akkor azt találtuk az igéből, mert hát nekünk ez számít, amit Isten mondott, ugye? Az Isten igéje. Tehát nem akarjuk mi az igét magyarázni, hanem meg akarjuk tudni az igéből, mit tanított Isten. Tehát mi nem magyarázzuk az igét, hanem értelmezzük. Különbséget értitek, ugye? Tehát megértjük, mit mond az ige, mit tanít tulajdonképpen. Ez egy régi szöveg, ugye? 2-3 ezer éves szövegről beszélünk, ami ráadásul nem is magyarul hangzott el, tehát fordították is, így aztán bőven van helye annak, hogy megértsük, értelmezzük, hogy mit jelent ez nekem. És egyrészt az időtávlata miatt, másrészt meg az ember nem így gondolkodik, tehát ezek nem olyan gondolatok, amik az ember gondolatai, ugye? Mint hogy az egek magasabbak a földnél, úgy magasabbak az én gondolataim, a ti gondolataitoknál, mondja az Úr. És azért van mit megérteni. És végül, de nem utolsó sorban, a Biblia az egy vastag könyv, ugye? Tehát elég sok információ van benne, és ugyanarról a dologról nem csak egy helyen ír. Tehát voltak Istennek egy csomó-csomó embere, és nem csak egy beszélt mondjuk az imádságról, és az imádságnak valamilyen formájáról, hanem többen is beszéltek róla, és akkor az egész kép úgy áll össze, ha mindegyiket megnézzük. Ez tette hozzá, az azt tette hozzá, az amazt tette hozzá. Ugyan ezt nem tesszük meg, akkor fals képekhez juthatunk, tehát eltévejedhetünk az igazság útjától. És ugye a múlt héten a Máté 6.9.13-at kicsit piszkálgattuk, azaz a bizonyos mi atyánk, amit hát nagyon sokan így ismernek, hogy a mi atyánk, és nagyon sokan imádkozzák is, hogy a mi atyánk. Tehát Jézus azt mondta, hogy így imádkozzatok, és akkor adott egy sémát, hogy séma kezdődik és végződik az Istennek a magasztalásával, a fölemelésével. Kezdődik Isten megszentelésével. Isten teljesen más, mint mi vagyunk. Isten minden bűn és minden tisztátalanság és minden fölött áll. Ez jelenti azt, hogy szenteljük meg őt. Tehát Isten jobb, mint gondolom. Ugye, tehát egy helyes Isten képet beállítok magam elé. Aztán imádkozunk azért, hogy Isten akarata legyen meg a földön, ahogy a mennyben. Aztán imádkozunk a saját szükségleteinkért, aztán imádkozunk azért, hogy a mi életünkben is történjen meg Isten akarata, és ebből az egyik legfontosabb a megbocsájtás, ugye? Hogy mi megbocsássunk mindenkinek, ez egy nagyon fontos dolog. Tehát a neheztelés az nem fér bele az Isten királyságába. Ja? Hogy valakire neheztelek, valakivel bajom van, ezt meg kell bocsájtani. És nagyon fontos az, hogy kérjük Istent, hogy segítsen, hogy ne csusszunk el, ne essünk el, ne bukjunk el, ne csináljunk olyat, amilyet ő nem szeretne látni. És végül ismét csak dicsőítéssel végzünk az imádsággal. Ez egy nagyon szép séma, amit az Úr Jézus Krisztus tanított, ugye? Hát majd picit tovább lépegetünk, mert kétféle imádságról szeretnék beszélni. Az egyik a hitimája. Aztán meglátjuk, mennyi időnk lesz. És utána pedig kezdődik az igazi nagyítő sorozat, a közbenjáró imádság. A hit imáját, ezt ugye jellemzően az ember önmagáért imádkozza. Tehát én nekem kell valami Istentől. Na most nyilvánvalóan mindjárt az a probléma ezzel a dologgal, hogy ami nekem kell Istentől, azt nem én találtam ki, hogy nekem kell Istentől. Mert tulajdonképpen ha valamire én vágyok, akkor az önmagában nem elegendő, vagy önmagában nincs arra semmi garancia, hogy Istent érdekli az, hogy én nekem mi kéne. Igazából a garancia abban áll, amit Isten mondott és ígért. És minden létező ember, mert tudnik, abból van a hit, ugye? Tehát mi alapján bízzak én abban, hogy Istentől kérek egy szép zöld függönyt,
hogy ezt Istent érdekli az én függönyöm. Nyilvánvalóan semmi okom erre a bizalomra, ha nem ő maga mondta volna azt, hogyha kérek valamit az ő akarata szerint, akkor meghallgat, és ha tudom, hogy meghallgat, akkor megvannak a kéréseim. Tehát magyarán a hitem, hogy tudom, hogy Isten meghallgat engem, az abból származik, hogy ő azt mondta, hogy meghallgat engem. Ez eddig érthető, ugye? Tehát mindig Istené az első lépés. Mindig Istené az első lépés. Mindig ő mond valamit, amire tudok hitet építeni. Ami bennem van, az maximum a reménység. Én remélem, hogy. De ez csak reménység. Remélem, hogy esni fog az eső. De ha nincs garanciám arra Istentől, hogy ő meghallgatja a kérésemet, hogy essen az eső, akkor abból sosem lesz hit. A reményből az Isten igéje csinál hitet. Én még egyszer elmondom. A reményből, a pozitív elvárásból az Isten igéje csinál hitet, belső meggyőződést. Oké? Okay? Ez a hit, ez mindig szemben áll a látott dolgokkal. Én azt látom, hogy, ugye? Isten meg azt mondta, hogy. De valami ellentéteset. Azt látom, hogy őrült szárazság van, Isten azt ígérte, esni fog. Oké? Okay? Nyilván most el kell döntenem, hogy melyik az, amelyiket elfogadom, mint alapot, alaphelyzetet az én imádságomra. A problémát, hogy szárazság van, vagy azt, hogy Isten azt mondta, hogy esni fog. És a legtöbb ember itt bénázza el a hit imáját, mert a szükségből indul ki. A szükségből. Vagy a kívánságból. Csak hát se a szükségből, se a kívánságból nem lesz hit. Abból csak remény van. Jó? Ami egy nagyon fontos dolog a remény, csak a reményből úgy lesz hit, hogy közben volt egy isteni ígéret. Ugye? A Biblia azt mondja, hogy a hit hallásból, a hallás pedig, ez a Róma 10:17 egyébként, ha bárkit érdekel, tehát hogy a hit hallásból, a hallás pedig a felkent, kijelentett igéből, vagy egyszerűen Isten igéjéből van. Tehát a hit nem a reménységből van, nem a kívánságból van, nem a szükségből van. Tehát értem én, hogy XY-nak óriási szüksége van erre meg erre, ezt Isten is tudja. Azt is értem, hogy az illető nagyon szeretné megkapni azt a dolgot, azt Isten is tudja. De ezek még mind, a szükség ez egy helyzet, a nagyon szeretném az egy érzés, csak hogy Istentől hittel lehet valamit kapni. Mert azt mondja a Biblia, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Magyarán szükséggel a szükséglet, a reménység, a kívánság, az még nem tesz téged elfogadhatóvá Isten előtt. A hit tesz azzá. A hit a bizalom. Ez a hit, ez a bizalom, ez viszont csak az isteni ígéretből van. Mert honnan máshonnan lenne? Most képzeld el. Mi garantálja azt, hogy Isten neked ad valamit? Isten maga garantálja. Isten maga garantálja. Hogyan garantálja Isten? Hogy azt mondta, hogy meghallgatom. És azt mondta, hogy ha nem ellentétes az én akaratommal, akkor megadom. Ha ez az isteni ígéreted nincs meg a te fejedbe, szívedbe, vagy egy egyáltalán, akkor mire alapozva próbálkozol Istennél egyáltalán? Semmi másra nem lehet alapozni. Ez nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát amikor az ember imádkozik, amikor az ember kér valamit Istentől, akkor legyen kijelentése, legyen igéje arról, hogy Isten ezt nekem megígért, és meg fogja hallgatni, és meg fogja adni. Különben nincs mire alapozni az imádságomat. Látod, Uram, mekkora szüksége van? Persze, hogy látja. Hát Isten szeme nem vak. Oké? Látja, hogy szükséged van rá. Tudod, Uram, hogy mennyire szeretném? Persze, hogy tudja. Isten mindent tud. De ami kell Istennek, az a te bizalmad. Jó? Hogy ő azt mondta neked, hogy ne félj, betöltöm ezt a szükségedet, vagy betöltöm a szükségeidet, akkor te neked ezzel úgy kell mondani, hogy Atyám, hálát adok neked azért, hogy te ezt mondtad, és most itt van az én szükségem, és most kérem a rávaló. Ez a helyes módja a dolgoknak. Ezt mindjárt látni fogjuk, a Róma levélben, a 4. fejezetben. És végig, 7 lépést ír le a Róma 4, 17-től 21-ig.
Róma 4, 17-től 21-ig. Én emlékszem, ifjú keresztény koromban imádkoztam Istenhez, és kértem az Úrtól valamit. És befészkelte magát az a gondolat a fejembe, hogy a mindenható Isten vajon milyen garanciám lenne? Miért hallgatna engem meg? Én kérek valamit, és akkor mi van? Hát ezen a világon él, akkor még nem volt 8 milliárd ember, akkor még csak valahol 6 és 6 vége fele jártunk, 7 körül. Hát, miért hallgatná meg, amit én kérek? Hát mi értelme van ennek így? És erre a válasz az, hogy azért, mert ígéreteket tett nekem. Ezt látni fogjuk, mindjárt felolvasom ezt a szöveget. Tehát az első, aminek lenni kell nálad, a szükségen kívül, meg a szeretnémen kívül, az az isteni ígéret. Mert imádságot, hitet csak az isteni ígéretre tudsz alapozni. A kívánságra, a vágyra, a szükségre, a nyavajára, arra nem. Jó? Ez egy ilyen dolog. Már csak azért is, mert általában a hiányt, a szükséget, stb. Ezt nem Isten adta. Ha valamivel mész Istenhez, akkor az ő igéjével menjél. Jó, hogy nálam van a te igéd, Uram. Ezt mondtad. És Istennek ez tetszik. Ez nem egy olyan dolog, hogy én most pofátlan vagyok, hogy Istennek lobogtatom az ígéretét. Hát Istennek azt lobogtatom, amit ő mondott. Hát ez neki tetszeni fog. Alapvetően. Jó? Sokkal jobb annál, mint hogyha azt lobogtatom, amit én mondok. Biztos sokkal okosabb dolog. Oké? Okay? Arra aztán meg főleg, hogyha azt lobogtatod előtte, amit sátán mondott, azt meg kifejezetten nem fogja szeretni. Ja? Tehát magyarán nyavajgok, hogy jaj, ebből ez lesz, meg az lesz, meg ezt mondta sátán, igen, mert te félsz. Ugye? Hát nézzük Ábrahám esetében ez a játék hogyan ment. Tehát Róma 4, 17, 21. Először felolvasom az egészen, és akkor utána részletezzük picit. Amint megvan írva, hogy sok nép atyává tettelek téged, azelőtt az Isten előtt, akiben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglevőket, vagy meglevőként szólítja elő, így is lehet fordítani. Aki reménység Ábrahám, aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok népnek atyává lesz, az szerint, amint megmondatott, így lészen a te magod. És hitében erős lévén nem gondolt az ő már elhalt testére, mint egy százesztendős lévén sem, Sárának elhalt méhére, az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek. És teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti. Most ez egy ilyen nagyon bonyolult mondat, körmondat, amit ki kell csomagolni. Ha kicsomagoljuk, borzasztó egyszerű lesz, és világos lesz, mint a nap. Jó? Ez 7 lépésből áll. 7 dolog van, 7 dolog történik itt. Az első dolog az az, hogy Ábrahám egy olyan Istenben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, meglévőként szólítja elő. Tehát magyarán Ábrahámnak volt egy helyes istenképe, hogy Isten az élet. Isten életet ad a holtaknak. A holtakat megeleveníti. Istentől származik az élet, és a semmiből képes teremteni. Ilyen az Isten. Ha nem ezt gondolom róla, hogyha Istenről nem az életet gondolom, hogy ő az élet forrása, ő az, aki rendbe hozza a dolgokat, ő az, aki megeleveníti az elhalt dolgokat, ő az, aki a hiányokat betölti, akkor eleve rossz istenképen van. Mindened Istentől van. Te magad is Istentől vagy, mert ő csinált téged. Tehát ez a dolog, ez egy olyan, azt mondja a Biblia, hogy ő általam, amit Jézus Krisztus által, és ő számára, őre nézve teremtettünk. Tudjuk, hogy Isten teremtette az embert, vagyis téged meg engem, az ő képviseletére és hasonlatosságára. Oké? Okay? Tehát ez Isten az, aki életet ad. Őtőle indul minden. Ez egy nagyon fontos dolog. Ez van. Tehát Ábrahám egy olyan Istenben hitt,
aki a semmiből is tud valamit csinálni, és aki a hullákat fel tudja támasztani, vagy elhalt dolgokat fel tudja támasztani. Ez az első istenkép. Második. Aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz. Tehát a második lépés az az, hogy volt egy reménysége, ami ugyan teljesen lehetetlen állapotnak tűnt, hiszen biológiai lehetetlenség volt már, de mégis valamiért reménykedett az Ábrahám, pontosabban hitt a reményen, mert amint megmondatott neki. Tehát itt jön be a konkrét ige. Jó? Tehát az első dolog, hogy az, hogy te neked van egy helyes istenképed, amiben beletartozik az, hogy Isten szeret téged, elő lehet rángatni ilyen igéket, hogy amikor még bűnösök voltunk, Jézus értünk meghalt, minek utána most azért megigazultunk az ő vér által, mennyivel inkább ad vele együtt Isten nekünk mindent, mennyivel inkább megmenekülünk a harag elől. Tehát ez ott kell legyen benned, hogy amikor még nem tudtam Istenről, nem is tudtam, hogy létezik, ő már elrendezte a számomra az üdvösséget. Amikor Isten úgy szerette a világot, tehát Isten nem a jó embereket szereti, a világot szerette annyira, hogy az egyszülött fiát adta. Tehát tudnom kell, hogy igen, Isten szeret engem. Ez biztos, az első. Aztán van egy helyzet, ami reménytelen neked, de mégis te reménykedsz, mert szeretnél valamit, ez egy nagyon fontos dolog, szeretnél valamit, amire van neked, és ez a harmadik lépés, neked van igéd rá. Tehát te tudod, hogy ezzel kapcsolatban Isten mit mondott. Na most itt van szerencsénk, hogy olvastak könyv a Biblia, mert abban nagyon sok ígéret van. És hála Istennek, ezeket az ígéreteket magunkra vehetjük, azt mondja a Biblia, hogy Istennek minden ígérete Jézus Krisztusban lett ámenné és igenné. Tehát Krisztus óta minden ígéret elvehető. Krisztus óta minden ígéret elvehető. Ő tette rá pecsétet. Jézus Krisztus. Mert ő szerezte meg a kegyelmet, és most már nincsenek feltételei, kondíciói ezeknek a dolgoknak úgy igazán. Mindent el lehet venni Krisztus által. De kell valami ige nekem, amit lobogtatok Isten előtt. Mert a helyzetem az adott, az olyan, amilyen. Jó? Az, hogy mit remélek, ugye? Azt mondja a Biblia, hogy a hit a remélt dolgok valósága. A nem látottakról való meggyőződés. De a remélt dolgokból hogy lesz valóság? Hogy lesz belőle meggyőződés? Úgy, hogy van egy igém. Mert a hit az a hallásból van. Isten igéjéből van. Értem? A remény az van, mert hát mindannyian remélünk valamit, ugye? De az úgy adódik, az úgy belőlem adódik, a helyzetből adódnak dolgok, tehát a reményem megvan, de ahhoz, hogy abból hit legyen, kell ige. Itt van Ábrahámnak az igéje, amint megmondatott, így lészen a te magod. Ez nagyon fontos dolog. Hogy legyen rá igém. Gyógyulás kell, szabadulás kell, békesség kell. Tételezzük fel, hogy rettetesen zaklatott vagy, borzalmasan zaklatott az életed, és ez te rád úgy halt, hogy nincs egy nyugodt pillanatod. Ugye? Akkor azt mondja, jöjjetek hozzám mindjárt, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Ugye? Az én békességemet adom néktek. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Tehát kell valami, ami azt mondja nekem, amire szükségem van, amit Isten ígért. Mert különben mi alapján van nekem elképzelésem, hogy a hatalmas Isten majd nekem megad valamit. Csak kizárólag onnan, hogy ő maga ígérte meg, hogy ezt meg ezt. Tételezzük fel, hogy nem tudok, mondjuk nem tudok tanulni, nehézségeim vannak a tanulással. Van köztetek, akinek nincsen bölcsessége? Kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrányás nélkül adja. Buta vagyok, ott az igém. Ugye? Ott van az igém. Hogy Istentől kérni kell, és ő készségesen és szemrányás nélkül adja. Következő mondat, de kérje hittel, ugye? És akkor elkezdi mondani Jakab ugyanazt, amit a következő mondatban mond Pál apostol. Hogy? Négyes, tehát a negyedik pont, igen, tehát nyilván az, hogy hittel semmit sem kételkedvén, ez a Jakab következő mondata. A Róma 4-ben a következő mondat pedig az, hogy hitében erős lévén nem
gondolt az ő már elhalt testére, 100 esztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére. Magyarán nem engedte meg önmagának a körülményeken való gondolkodást. A körülményből adódik a rossz érzésed, a rossz helyzeted. És Isten azt mondta, hogy ezt és ezt fogja adni neked. Ugye? És te elhiszed, és hiszel ezen az igén. A következő lépés pedig az, hogy azt mondod, hogy jó, én nem engedek gondolkodni magamnak a körülményeken. Most nyilván ehhez kell egy nagy ösztönző erő, és nyilvánvalóan ez nagyon fegyelmezett embert követel. De tényleg, én azt szoktam mondani, hogy sajnos az én evangéliumom nem szól a fegyelmezetlen embereknek. Nem tudok mit kezdeni a fegyelmezetlen emberekkel, mert Isten nem tud velük mit kezdeni. Ugye? A Biblia azt mondja a Filippiben, hogy csak mikről gondolkodjatok. Ott megvan írva, mind szabad gondolkodni. Igazak, igazságosak, jóhírűek, tisztességesek, erényesek, kedvesek, stb. Felsorolja. Mind lehet gondolkodni. Na most, hogyha én azt mondom, hogy jó, de én nem tudok bizonyos dolgokról nem gondolkodni, akkor meghazudtoltam Istent. Ha Isten azt mondja, csak ezeken gondolkodj, én meg azt mondom, hogy én ezt nem tudom csinálni. Akkor valaki hazudik. Vagy Isten, vagy én. Ez ilyen egyszer. Azért mondom, hogy fegyelmezetlen emberrel nem lehet mit kezdeni. Isten sem nagyon tud vele mit kezdeni. Tehát itt van Ábrahám, aki nem gondolt az elhalt testvére, sem Sárának elhalt méhére. Neki az volt a bánata, hogy nincs gyermeke. Az volt a helyzet, hogy már nem is lehet. Isten meg azt ígérte, hogy annyi lesz a magod, mint égen a csillag. Most akkor Ábrahám eldöntötte, hogy jó, én arra alapozok, amit Isten mond, és nem merek másra gondolni. Nem engedek magamnak más gondolatot a fejembe. Itt indul a fegyelemnek az első lépése. Nagyon kevés keresztény tudja megcsinálni, úgy igazán. Ezt őszintén megmondom. Tehát ez a fajta hitépítés, ami itt zajlik, tehát ez a fajta hit, ez legjobb, ha egyedül csinálod. Ha valami bajod van. Őszintén megmondom. Legjobb, ha egyedül csinálod. Mert jön a sok okos keresztény, aki annyi hülyeséget fog neked összeadoválni, és össze-vissza mondják azt, amit nem kéne. Ugye? Tehát a keresztényeknek meg kell tanulni a csend szókészletét. Tudod, mi a csend szókészlete? Befogod a szád, és nem mondasz semmi. Oké? Okay? Tehát a keresztény ember azt mondja, a bölcs meggondolja, hogy mit mond. Tehát a legrosszabb dolog, amit az emberek csinálnak, az érzelemből való beszélés. Mindjárt fölzutjan bennük az érzelem, és már röffennek is valami oltárit, amit nem kellett volna mondani. Csak akkor már mondta. Tehát az emberek nagy része érzelemmel reagál, és csattan azonnal. Nem is kell tudni, hogy milyen nyelven beszélt, a hangsúlyból tudom, hogy mit mond. Ahogy kihördül a szájából a botaság. Jó? Tehát, ha nem tudsz okosat mondani, akkor nem mondj semmi. Jó, ne okkal beszélj, céllal. Az a cél, hogy? És ha lehet, akkor Isten véleményét közvetítsd, ne a sajátodat, mert ez utóbbira senki nem kíváncsi. Se a te véleményedre nem vagyunk kíváncsiak, se az enyémre nem vagyunk kíváncsiak. Jó? Tehát én sem vagyok külön, mint te. Senkit nem érdekel, én mit gondolok. Egy dolog érdekes, Isten mit gondol. Azzal próbálj egy huron pendülni, amit Isten gondol. Honnan tudnám, mit gondol Isten? Ott van az igében. Jó? Tehát amit az ige mond, oké, az úgy van, és azon kívül meg befogjuk a szánkat, nem mondunk mást, azt jó éjszakát. És lehet, hogy ez neked nehéz, meg lehet, hogy nem értesz egyet Istennel, ezzel nincs semmi baj. Isten nem te vagy. Jézusnak is voltak nézeteltérései az atyával. Képzeld el. Ha lehetséges, atyám, múljik el tőlem ez a pohár. Ugye? Jézus nem szerette volna. Mindazonáltal ne az legyen, amit én szeretnék, hanem amit te. Tehát, hogyha Isten azt akarja mondani, hogy te ne azt mondd, hanem ezt mondd, mit tudsz csinálni? Erőszakot veszel magadon. Jó, tehát minden esetre Ábrahámnak két dolga volt. Egy helyzete, ami nem volt túl rózsás,
egy lehetetlen helyzet, és egy ígéret, ami ezzel ellentétes van. Egy ígéret, ami ezzel ellentétes van. És Ábrám eldöntötte, hogy az ígéretre alapozza az életét. A gondolkodását, a beszédét és a cselekedeteit. Ebből áll az életed. Mit gondolsz, mit mondasz, mit csinálsz. Ez a három dolog van. És Ábrahám úgy döntött, hogy ő arra fog gondolni, arról fog beszélni, és azt fogja, az alapján fog cselekedni, amit Isten mondott. És nem az alapján, amit a körülmények. És ennek az első lépése, hogy nem gondolok a körülményekre. Mert akkor elkezdek a körülményeken rágódni, és az kiráz a hitemből. Meg kiráz a hideg, tudod. Azt nem gondolunk rá. Személyes bizonyság, én nekem mind a két gyerekem koraszülött volt. Most látnátok őket, akkor nem gondolnátok. Van egy szépséges nagylányom, aki építészmérnök, meg egy ilyen kigyúrt, hatalmas nagyfiam. De amikor ezek kórházban voltak, születésük után, 1,60 kg-nal, meg 1,40 kg-nel, akkor volt életemben az a helyzet, amikor igazán tudtam, hogy nem merek másra gondolni, csak amit Isten mondott. Nem merészeltem másra gondolni sem. Csak amit Isten mondott. Igen, ott voltak a testvérek, akik imádkoztak értem, a gyerekeimért, igen, nagyon hálás is vagyok érte, de én nem engedtem meg magamnak más gondolatot sem, ott a fejemben. Úgy éltem a napjaimat, mint zombi, aki csak arra azon gondolkodik, amit éppen csinál, vagy amit Isten mondott, kész. Semmi más. Ötödik lépés. Istennek ígérete, ez a 20-as vers amúgy, Róma 4:20, az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenségben. Magyarán, amit Isten mondott, azt nem kérdőjelezte meg. Tehát biztos. És képzeld el, ő neki nem volt ez leírva se. Ő neki volt egy emléke arról, hogy Isten mit mondott neki. Csak egy emlék. Találkoztak, Isten ezt mondta. Ráadásul ez a valaki az Isten igéként jelent meg számára, Isten beszédeként jelentkezett. Ez egy ember, egy férfi ember figura volt. Hát őnek először azt kell elfogadni, hogy ez Isten igéje, ez a pasas, aki idejött hozzá. Nyilván elhitte, mert kijött a házából, és elment arra a földre, amit majd ő mutat neki. Tehát hitt az Isten elhívásának. És utána mindent elhitt, amit ez a figura mondott neki. Ugye, hogyha ezt elolvasgatod szépen ott a Genezisnek az elejét, ugye az egész ott kulminálódik a Genezis 18-ban, ott ér közép, ott lesz a legerősebb ez az egész dolog. De a lényeg az, hogy a Genezis 11-től, tessék? Ja, bocsánat, 1 Mózes, jó, ne haragudjatok. Tehát az 1 Mózes, Mózes első könyvében, 11-től 18-ig ott van Ábrahámnak az a sztoria leírva, amit most én itt, amiről beszél. Ja? Hát 1 Mózes, 11. fejezettől 18-as fejezetig, az elhívásától 12-től igazából. Nem sok ez a helyzet, ez egy pár oldal a Bibliában. De a lényeg az, hogy ez a jó ember elhitte, hogy ez a figura Isten beszéde, és amit mondott, az úgy van. Nem volt neki leírva sehova. Neked van egy egész Bibliád, amiben rengeteg dolog le van írva. Tehát te visszalapozhatod, és megnézheted, hogy még ma is úgy van-e írva, mint ahogy tegnap volt. Igen. A mondatot nem írt át senki. Akkor ez úgy van. Jó, ez fontos dolog. Isten nagyon vigyáz az ő igéjére, tehát hogyha valaki belenyúl az Isten igéjébe, azt Isten félreteszi az útból. Ez egy nagyon fontos dolog. Tehát nagyon fontos, erre nagyon figyelni kell. Tehát magyarán mit jelent, hogy nem kételkedett hitetlenséggel? Nem kérdőjelezte meg, hogy tényleg ezt mondta Isten? Igen, tényleg elmondta, ezt mondta Isten. Ez mind a fejében van. Tehát egy, nem merek gondolni a körülményekre,
Kettő, nem kérdőjelezem meg, hogy Isten mit mondott, hogy ez mit jelent, az azt jelenti, hogy Isten azt mondta. Oké? Okay? Jó? És utána a következő a hatos pont, tehát a hatodik lépés mit csinált? Ez a 20-as vers második fele, tehát 4-20, Róma 4-20 második fele, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek. Hoppá! Magyarán dicsérte Istent azért, amit mondott neki Isten. Na most a hitben járásnak ez egy fontos lépése. Tehát, magyarán, ha te szükségben lévén, vagy félelemben lévén, vagy békétlenségben lévén, vagy bár betegségben lévén, nem jutottál el oda, hogy dicséred Istent azért, amit mondott a problémádra, akkor még nem jártál hitben úgy, mint Ábrahám. Oké? Okay? Ez egy nagyon fontos dolog. Jó, van egy csodálatos Zsoltár, Zsoltár 50-23, ami egy kicsit segít ezen a dolgon, Zsoltár 50-23-as vers. Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, mondja ez a Zsoltár, és aki az útra vigyáz, annak megmutatom az Úr szabadítását. Tehát most csak az első felét nézzük, aki hálával áldozik, az dicsőít engem. Magyarán, te a legnagyobb probléma kellős közepén hálát adsz Istennek azért, hogy megoldotta neked a problémádat, mert azt mondta, hogy. Tehát, első, van igém Istentől, ugye? Van, ott van a problémám, ott van a reménységem, tudom milyen Isten, az én Istenemet ismerem. Aztán van egy reménység bennem, és van egy konkrét igém. Ezt mondta Isten. Utána nem gondolok a körülményekre, és nem kérdőjelezem meg azt, amit Isten mondott. És a hatodik lépés, dicsérem Istent azért, amit adott nekem. Az ígéretet úgy kezelem, hogy megvan. Ugye ezt mondja, erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek. Jó? Tehát az erős hit, amikor az ember, eddig miről beszélek? Fegyelmezettségről veszek, semmi másról nem beszélek, csak fegyelemről. Problémám van, Isten ígért, én fegyelmezetten használom ezt az ígéretet. Jó? Azt mondja a Biblia, hogy amikor eljutottam arra, hogy hálát adok és magasztalom Istent azért, amit nekem adott, azt a Biblia erős hitnek nevezi. De ez még nem a teljes hit. A teljes hit az Istentől jön. Erre a lépésemre, hogy dicsérem Istent azért, ami nekem van. És a körülményekben ez nem látszik. Jó, nem látom. Nincs meg még fizikailag ott. Oké? És én mégis kizártam a körülményeket, Istenre nézek, arra, amit mondott, és magasztalom Istent azért, amit adott, amit ígérete van, és megköszönöm, hogy megvan nekem. Jó? És akkor jön a 21-es vers, és teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti. Ez a hitnek teljessége. Ír a Biblia nagy hitű, erős hitű, kicsiny hitű, ilyen olyan amolyan hitű, és ír a Biblia teljes hitű emberekről is. Oké? Okay? Tehát az emberek állhatnak különféle helyeken, ugye? Kicsiny hitű, miért kételkedél? Mondta Jézus Péternek, amikor elkezdett süllyedni. Oké? Okay? És sorolhatnám, aztán ott volt István, aki hittel és szellemmel teljes ember volt. Ő neki teljes hite volt. Oké? Okay? Tehát ő túl volt azon, hogy nem közönséges csodák történtek a keze által. Ez volt István, Stefanos eredetileg, oké? Okay? Tehát ő túl volt ezeken a lépéseken. Ő dicsérte és magasztalta Istent azért, amiket mondott Isten. Ebben járt. És ezért Istentől kapott. Tehát erős hitére Isten teljességet rakott. Teljes hite lett a csávónak. És ezzel a teljes hittel, ezzel mindent elszedett Istentől. Gyógyulás kellett, zúgy, nem közönséges csoda. Mentek a nagy dolgok. Oké? Okay? Ez egy nagyon fontos lépés sorozat.
És ez a te dolgod, most nézd meg, Ábrahám ezzel a problémával egyedül volt. Jószerivel volt, egy felesége, azaz kettesben voltak ezzel a problémával. Kettejük problémája volt. És ez egy olyan dolog, hogy ebből az egészből mi az, ami látszhatott Ábrahámból? Mi az, amit láttak rajta? Amit láttak rajta, az, amit mondott volt. Ugye? Például azt csinálta, hogy elfogadta, hogy ő Ábrahám, és nem Ábrám. Pedig ez egy nevetséges név volt, sok név atya, hát egy gyerekem sincs, miről beszélünk. Ha? Tehát Isten átnevezte őt, és ő ezt elfogadta, hogy oké, ez így van, akkor én sok név atya vagy. Ez fontos dolog. Ja? De nagyon sok része ennek az egésznek csak az Ábrahám fejében zajlott, amit nem láttak az emberek. Hát mi van a te fejedben, azt nem látják az emberek. Hogy te mire nézel, miért nem engedsz magadnak gondolkodni, nem merek arra. Visszatérve azért gyerekeimre, főleg a fiam, ő hát nagyon, tehát amikor hazajött a gyerek, hazahoztuk, 2 hónapot töltött kórházban, születése után, akkor ugye azt mondta a házi orvos, hogy ez egy csoda, ez a gyerek. Ez egy csoda. De most jött ez a dolog elő, mert ugyanez a házi orvos állította ki neki a jogsihoz a megfelelést, tehát egészségügyileg megfelel. Mi ez? Alkalmassági jogsia. És szereti, tehát egy sikerélmény ennek az orvosnak, hát ez nem az orvos sikere, hanem Isten dicsősége, de azért örülünk, hogy az orvos örül neki, és Isten félő ember amúgy. De a lényeg az tehát, hogy ebből ez lett. De amikor 2 hónapon át minden nap bejártam a kórházba, és minden nap láttam azt a gyereket, hogy mekkora és milyen, akkor hidd el nekem, hogy nem a mostani díjbirkózó csákót láttam. És akkor, és ez nagyon szép romantikus történetnek hangzik, de nem mertem arra gondolni, amit a látvány sugallt. Mert a látvány azt sugallta, hogy ez bármelyik pillanatban elpusztul az ember. Nem is néz ki embernek. Érted? És életemben ez volt az első igazán nagyon ütős. Hát a lányom annyira nem volt ütős. Az is elég ütős volt, de a fiam az nagyon ütős volt. Az nagyon kemény. Oké? Okay? Nagyon fontos. És Jimnek volt egy nagyon jó kis imádsága, nem is tudom melyikről melyik. És emlékszem, hogy elkezdtem azt imádkozni, tehát elkezdtem az igére lépni. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ott van az ige, ami alapján imádkozom. Ez egy nagyon érdekes helyzet volt, mert 2 hónapig tartott az, amíg nem mertem negatívat gondolni. És csak hálát adtam Istennek, hogy minden rendben lesz. De csak így általánosan. És amikor az első nap, anyám adta ezt a kis lapot, lefénymásoltam, első nap elimádkoztam az igét. Már következő nap mentem ugyanabba a koraszülött osztály, és keresem a gyerekemet, nincs sehol. Mi van? Kérdezem ott az embereket. Hú, ott akivel nincs probléma, azt elraktuk oda hátra. Akivel nincs probléma. Ez az 2 hónap alatt, ez az első nap, amikor a jó ember úgy hívja, azt mondta, hogy akivel nincs probléma, azt elraktuk oda hátra. És akkor mentem hátra a fiamhoz, akivel nincs probléma. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát magyarán dicséred az Istent az ígéretért. Nem tudom, összeállt-e mindenkinek a fejében ez a dolog. Ez iszonyú fontos. Ez magánügy. Ábrahám és az ő magánügye. Ábrahám és az Isten ügye. Nem kell ezt nagy dobra verni, nem kell ebből nagy cirkuszt csinálni, mert a keresztények általában, hogy mondják ezt szépen, hogy ostobák. Lefetyel a szájuk fölöslegesen, nem fegyelmezetten állnak a hited mellé. Ha? Ez egy nagyon fontos dolog, és akkor inkább nem mond az ember senkinek sem. Filippi 1:3-4. Hálát adok az Istennek minden ti rólatok való emlékezésemben. Ez most már közbenjárás. Tehát amikor nem magamért imádkozom,
hanem a hitemet másért mozgatom meg. Ugye azt mondja a Biblia, hogy Jézus Krisztusban semmi nem számít, csak a szeretet által munkálkodó hit, ugye? Tehát magyarán melyik hit számít, amelyik szeretet által munkálkodik. De egy nagyon fontos probléma, mert sokan nem fogadják el, hogy ez így van, pedig így van, hogy amikor értem, imádkozom, akkor a hitem nem szeretet által munkálkodik. Tudni, megvan írva a Korintus 13-ban, hogy a szeretet nem keresi a maga hasznát. Tehát amikor azért imádkozom, hogy én elvegyem Istentől az áldást, akkor a hitemet használom, de nem szeretet által, hanem önzés által. Az pedig pont az ellenkezője a szeretetnek. Nincs ezzel semmi baj, Isten elégedett, hogyha te elveszed magadnak azt, amit neked szánt. Isten elégedett és boldog. Amen. De amiért jutalmat kapsz a mennyben, az az, amikor másokért mozgósítod a hitedet. Mert akkor munkálkodik szeretet által a hited. Oké? Okay? Tehát ez a Filippi 1:3-4 erről beszél, és a 4-es versre szeretnék kiukadni. Mindenkor, minden én könyörgéseimben vagy közbenjárásaimban mindenkiért nagy örömmel könyörögvén. Tehát amíg az imádságod borongós, nyafogós, jajgatós, addig kezded a hitépítést. Amikor eljutsz az örömig, akkor eljutottál a hitre. Nem muszáj ennek az örömnek, mert az örömről nagyon sok elképzelésünk van, jó? Tehát van, aki úgy örül, vagy prédikátor, aki mindig úgy beszél, mint hogyha egy fadarabot ütnének. Ez a, mindig elfelejtem a neve, az Andrew Womack. Ez olyan fahangon prédikál, hogy az gyakorlatilag hangsúlyalig van abban. És amikor mondja, hogy ő mennyire hálás Istennek, és mennyire dicsőséget ad Istennek, akkor ez egy ilyen teljesen fapofával fahangon. És egyszer elmondta, hogy ő mindenek így örül. Őtőle ne várjanak ilyen kirobbanó sikoltozást, mert ő soha nem szokott el csinálni. És amikor ő azt mondja, hogy nagyon hálás Istennek és borzasztóan boldog, akkor ez úgy is van, csak a hangján nem jön át. Tehát nem mindenki örül egyformán. Jó? Tehát ez nem, vannak olyan keresztények, akik ezt úgy megkövetelik, hogy te sikoltozzál és ugrálj a plafonig. Nem. Az Úr tudja, mi van a szívedben. Vannak emberek, akik csak így felhúzzák a szemöldöküket, ez számára a legnagyobb boldogság pillanatán a megélése, tehát különösebben kövülről nem látod rajta. Vannak olyan emberek, akik meg ugrabugrálnak és boldogok. Na, mert ezt mondom neked, hogy az utóbbi veszélyesebb. Mert aki a hatalmas érzelmek között él, akkor hajlamos az érzelmei által vezettetni, tehát ezek a nagy érzelem kitörések, ezek visszahatnak az ő fegyelmezettségére. És az nem jó dolog. Én inkább egy olyan embert szeretnék hallani, aki azt mondja, hogy jaj, de boldog vagyok, és maximum egy mosoly van a fején, de őszintén mondja, amit mond. Jó? Tehát, amikor azt mondom, hogy Pál apostol mindenkiért nagy örömmel könyörög, akkor tudhatom, hogy Pál annak örül, ami a könyörgésének az eredménye lesz. Ugye, mert Pál apostol egyébként azt mondja a Biblia róla, hogy szüntelen az ő szomorúsága. És szüntelen az ő szívének fájdalma. Mert Pál apostol látja azokat a dolgokat is, amik negatívok. Okay? És emiatt van rajta egy állandó, egy ilyen szomorúság Pálon. Leginkább azért, mert a zsidóság elutasítja a messiást, és Pál pontosan tudja, ez mit fog jelenteni a zsidóságnak. Tehát Pál apostol nem egy ilyen hurrá optimista, sikoltozó ember, aki állandóan ugrál. De amikor valakiért imádkozik, akkor a hitnek arra a pontjára jut, hogy tudja, hogy Istennél megvan az imádsága. Tehát tudja, hogy megvan, ennek öröm. Ennek örült. És nagy örömmel imádkozik. Ugye? És Pál apostol az az ember is, aki azt mondja, hogy mindenkor örüljetek. Tehát, hogy mindenkor legyen Isten előtt örvendezéstek. Ez egy nagyon fontos dolog. Jó, tehát Pál nem mond ellent önmagának, van neki egy ilyen alaphelyzete, hogy bizony bánkódik amiatt, ami történik. És hogyha valaki realisztikus ember, reális, tehát nem hazudozik önmagának, akkor túl sok vidámsága ebben a világban nincs ok.
őszintén megmondva, túl sok vidámságra nincs ok. Tehát minél nagyobbat lát, minél többet látsz a világból, minél nagyobbat látsz a világból, annál több olyat látsz, ami miatt nem biztos, hogy örülni kéne, hanem inkább sírni, elbújni valamelyik sarokba és nyugodtan sírogálni. De azt mondja Pál apostol, hogy imádkozzál, és amikor imádkozol, akkor az olyan hittel történjen, hogy egyszerűen lásd magad előtt azt az eredményt, amit Isten produkál, na és annak lehet örülni. Annak lehet örülni. És akkor örvendben, nagy örömmel imádkozik. Ez egy nagyon fontos dolog. És azt mondja, hogy mindenkor örvendezzetek. Tehát legyen minden időben olyan pillanat, amikor eljuttok odáig, hogy látjátok Istennek a jóságát, szépségét, és annak lehet örülni. Jó? Ez egy nagyon fontos dolog. Tehát, hogyha jövünk és dicsérjük Isten, őszintén Istennek hálásnak lenni, hát azért van minek örüljél a te életedben. Tehát, hogyha múlt héten, összefoglalva, a múlt héten beszéltünk az imádságról, hogy hogyan. Most beszéltem arról, hogy a hit imája hogyan. Ez nagyon célra törő imádság. Valamiért történik. Ugyanúgy, tehát Ábrahám azért, hogy gyermeke lehessen. Teljesen lehetetlen helyzetben. Ez bármi lehet. Jakab a bölcsességről mondja. Ha valakinek nincs bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készséggel, szemrányás nélkül, de kérje hittel, semmit sem kételkedvén, ugye? Mert ne vélje az ilyen ember, ne gondold, hogy kapsz bármit is az Úrtól. A két lelkű, minden utában állhatatlan ember. Tehát Jakab, amit leír, pont az ellentéte annak, amit leír Pál. Hogy eldöntöttem, hogy én annak hiszek, amit Isten mondott, nem is gondolok másra, nem is kérdőjelezem meg, hogy Isten mit mondott, hanem inkább dicsérem Istent azért, amit mondott. Ez az egy lelkű. Ugye? A Károli úgy fordítja, hogy két szívű. Hol így gondolom, hol így gondolom. Tehát ugye a dipszikhos görögül az azt jelenti, hogy két lelkű. Tehát amikor a gondolkodásom hol itt van, hol itt van. Hol arra gondolok, amit a körülmény mutat, hol arra gondolok, amit Isten mondott. Biztos ezt mondta? Hogyan? Hogyan fog, és akkor csámcsogsz azon, hogy hogyan fogja Isten ezt megadni? Nem kell neked azon filózni, hogy Isten hogyan fog mit csinálni. Hát akkor kezdj el filózni, hogy Isten hogyan csinálta az embert, hogy formálta. Hát az életben nem fogod fel. Isten egyedül képes teremteni. De nem tudod felfogni Isten hogyan. Hát kit érdekel hogyan? Hát Isten azt mondta, hogy akkor dicsérem Istent azért, aztán, hogy hogyan, az legyen az ő problémája. Nem az én problémám. Nekem az a problémám, hogy fegyelmezett legyek. Arra figyeljek, amit Isten mondott, arra ne gondoljak, amire nem szabad gondolnom, ne kérdőjelezzem meg Istent, amit mondott, és dicsérjem Istent azért, amit mondott. Ez az én problémám. Hogy hogyan oldja meg ő ezt a dolgot, az meg az ő problémája. És hadd mondjam el neked, hogy lehet, hogy ezt akkor se fogod megérteni, amikor már odaát leszel. Hogy ezt Isten hogyan csinálta. Nagyon sok minden olyan csinált Isten, amit csak ő tud, hogy hogyan. Nem avatott be senkit ebbe a helyzetbe. És ez nem a te dolgod. Te azt csináld, ami a te dolgod. Ez egy oké? Tehát lehet ezen elmélkedni, meg mit tudom én, csak amikor bajban vagy, és nehéz a helyzet, akkor ne elmélkedj, akkor feszesen engedelmeskedj. Jó, és akkor ilyenkor jön a kérdés az, hogy vajon nem hitetlensége az, hogy most mondjuk például van egy betegség, elmegyek orvoshoz. Nem. Az, hogy te elmész orvoshoz, nem zárja ki, hogy Istenben bízol. Ugye? Mert sokan úgy veszik, hogy akkor elfogadom a betegséget, hogy elmegyek orvoshoz. Hát nem elfogadom a betegség létjogosultságát, hanem elfogadom a tényt, hogy az orvos tud segíteni. Ez egy fontos dolog, igaz? Tehát ez a kettő nem zárja ki egymást. Ez te vagy az, aki eldöntöd, hogy milyen szinten kéred a segítségét egy másik embernek, egy világi embernek, egy orvos embernek. A probléma ott van, amikor az orvos tudomány nem tud segíteni. És ezt az orvos úgy kommunikálja, hogy az ön betegségén nem lehet segíteni. Ez már baj.
Ezt nem kell fogadni. Jó? Az orvos ezzel azt mondta, hogy fizikai világban erre a problémára nincsen megoldás. Ez igaz. Jó? Ábrahám problémájára sem volt megoldás fizikai világban. Tehát ameddig az orvos tud segíteni, addig el lehet fogadni a segítséget. Azzal nem vagy hitetlen. Oké? A szembenállás Isten igéjével az egy nem is igazi szembenállás, mert az orvos ugye azt mondja, hogy nem lehet önön segíteni. Na jó, de miért mondja ezt a szerencsétlen? Ő egy őszinte ember, és ő neki megvan a kelléktára. Tudja, hogy ezen kelléktáron belül nem lehet segíteni. És ebben igaza is van. Csak a te kelléktárad tágasabb. Mert a te kelléktáradban ott van Isten. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Van egy-két ilyen, hogy Istennel minden lehetséges, ugye? Hol van ez az ige? Azt mondja, hogy a Máté 19.26, írjátok le. Máté 19.26, és a Márk 10.27. Márk 10.27. Istennel minden lehetséges. Ugye? Ami az embernél lehetetlen, az az Istennel lehetséges. Ugye az orvos, ha őszinte, akkor azt mondja, hogy az orvos tudomány mai állása szerint ez gyógyíthatatlan. Az orvos tudomány számára. Ezzel igazat is mondott. Ezzel igazat is mondott, és ezzel még azt sem mondta, hogy lehet, hogy 10 év múlva feltalálnak valamit, amikor már ez már gyógyítható lesz. Oké? Tehát ez ilyen dolog. Oké? Jelenleg nem tudunk, ezen a ponton nem tudunk segíteni. Mi, orvosok. De ezt te ne úgy vedd a fejedbe, hogy akkor kész, nem lehet segíteni. Mert Isten tud, mert ami embernél lehetetlen, Istennel lehetséges. Ezt Jézus megmondta világosan. És erre módszer az Ábrahám módszere. Amit most az előbb elmondtam. Jó? És nagyon fontos a Márk 9.23, légy szíves, ezt is írd le, Márk 9.23. Mert minden lehetséges annak, aki hisz. Aki hisz. Mit kell hinni? Amit az orvos mondott? Nem. Ebben az esetben nem. Ebben az esetben nem azt kell elhinni. Mert az orvos leszűkítette a lehetőségeidet. A saját nézőpontja szerint fogalmazott, amiben nem hazudott. Van egy csomó orvos is, aki elfogadja a tényt, hogy Isten képes gyógyítani. Ő már úgy is fogalmaz, hogy én és az orvostudomány nem tudunk segíteni. Isten mindenre képes. Oké? Tehát Istennel minden lehetséges annak, aki hisz. Jó? Ez nagyon fontos, tehát ha összerakod a Máté 19.26-ot, meg a Márk 10.27-et, amit leírtál, most írtad le, a Márk 9.23-mal, akkor jó, Istennel minden lehetséges annak, aki hisz. Tehát magyarán annak, aki nem kételkedik, nem a körülményekre néz, és hitében erős, és dicsőséget ad Istennek, és az az ember teljes hitre jut, ugye? Erről a teljes hitről beszél a Márk 11.23, hogy szívében nem kételkedik. Ez a Márk 11.23, szívében nem kételkedik. Jó, tehát Jakab beszélt a két lelkűről, aki hol így gondolja, hol úgy gondolja. A Márk 11.23 beszél arról, hogy a szellemében ott a hit. Jó, ez a hit, amit Isten ad. Ez a Róma 12.3, ha le akarod írni, Róma 12.3. A hit mértéke. A hit mértéke. Róma 12.3-ban a hit mértéke, amit Isten ad, és hát akkoriban a hit mértékét Isten csak úgy tudta adni, hogy kik és milyen módon szolgáltak az illető felé. Ugye? Mert mindenkinek adatik a kegyelem, a Krisztustól osztott ajándék, vagyis prédikátor, pásztor, tiri-tiri, mértéke szerint. Tehát a hited addig ér, ameddig prédikálták neked, akkor ott. De ma más a helyzet, mert ma ott a Bibliád, tehát nem kell neked prédikátor se igazából. Kell, mert ez egy jó áldott dolog, főleg, hogyha jó prédikál. De ott a te Bibliád, édes testvérem, és azt tessék szíves használni. Tehát, hogyha ki dekorálva van a Bibliád, mert neked van egy bizonyos probléma köröd, mert mit tudom én, békétlen vagy, vagy az ellátással, anyagi ellátással vannak problémáid, vagy
unokáiddal vannak problémáid, vagy mit tudom én, bánom én. Tehát sokféle embernek sokféle problémája van, én ezt most nem frocizom, de mindegyikre találsz az igében ígéretet. Mert annélkül csak a probléma van, csak a reménység. Hit nincs ige nélkül. Nincs. Pont. Ez van. Ha? Hát legyen a Bibliádban ott az ígéretrendszer. Vagy legyen bejelölve, vagy tud fejből, érted, és mondod Istennek. Uram, ezt mondtad, hogy? És én ezért dicsérlek téged. Nagyon fontos. A céltudatos keresztény életed, ez a hit imája, amiről most beszéltem. Még egyszer mondom, van másfajta imádság is, erről a másfajta imádságról szól majd a sorozat jövő héttől elfelé. Ez egy céltudatos, célra törő, bizonyos dologért megyek Istenhez típusú imádság, amit vagy önmagamért, vagy másokért csinálok, vagy egy más emberért csinálok, oké? Akkor már közbenjárás. Ez a hit imádság, a hit imája. De ennek kizárólag az az alapja, amit Isten mondott arról a helyzetről. Más emberért már nehéz ezt imádkozni, mert akkor tudnod kell, hogy Isten arról a más emberről pontosan mit mondott, oké? Mert ugye a hit csak abból áll, csak arra vonatkozik, illetve csak abból épül fel, amit Isten mondott. Jó? És magadnak bármit elvehetsz a Bibliából ígéretet, mert Jézus Krisztusban lett ámenné, igenné mi Isten minden ígéretet. Tehát neked könnyű dolgod van, ott a Biblia, amiben találsz egy ígéretet, ami az Isten népére vonatkozik, te fogod, mész vele Istenhez. Ilyen egyszerű. És utána jön a fegyelem kérdése. De amikor más ember jön, akkor más embernek már szabad akaratába botlasz bele, de hogyha neked van egy isteni kijelentésed arról az emberről, amit az Úr mondott neked arról az emberről, azért mehetsz. Pál apostolnak ilyen imádságai voltak másokért, meg majd látni fogjuk nem csak Pál apostolnak, hanem egyéb tanítványoknak is, és akkor ezért mentek az Úr elé, hogy azok a dolgok előjöjjenek, amiket az Úr akar azoknak az embereknek az életében. Miért csináljuk ezt a játékot? Miért beszélek erről? Azért, mert te gyakorlatilag ima partnereket toborzok, melósokat toborzok Isten királyságába, mert ha te egyszer megtanulsz hittel Istenhez való bizalommal imádkozni, másokért, akkor nagyon nagyot teszel Isten királysága érdekében. Jó? És ennek az imádságnak két iránya van, majd látni fogjuk az elkövetkezendő tanításokban. Az egyik a megtérőkért, a másik a keresztényekért, akik már keresztények. Jó? Ez a két csoport van, akiért erőteljesen lehet imádkozni, és mind a kettőnek, ugye azt mondja a Biblia, hogy hathatós az igaznak buzgóságos könyörgése. Jó? Hogyan mondja Károli? Hogy mert igen hasznos az igazak buzgóságos könyörgése. Most akkor ugye mások máshogy fordítják, hogy a igen hatásos az igaz ember imádságának a munkálkodása. Így is fordítják mások ezt a dolgot. Tehát ez az ima munkában van, ez egy nagyon hatásos dolog az igaz embernek az imádsága. És ki az igaz ember, aki Krisztusban van, jó? Mert ez meg van igazulva Jézus Krisztusban. Megigazulván hitáltal. Menetelünk van az Istenhez, ugye? Tehát a hitáltalról, a megigazulásról beszél, nem arról beszél, hogy minden tökéletesen cselekszem. Az igaz ember fogalmát is tisztázni kell ehhez. Na mindegy, ez csak egy ilyen mellékvágány volt. Jó? Tehát magyarán, amit ma hallottál, azt te tudod használni magadnak. Bármikor, bármilyen helyzetben. Ha neked bármi kell, akkor neked nem kell más, csak egy ígéret Istentől, amit Isten neked megígért. Arra rá tudsz állni, hogy állsz rá, úgy, hogy nem foglalkozol a körülménnyel, arra figyelsz csak, amit Isten mondott, nem vonod kétségbe azt, amit Isten mondott, és dicséred Istent azért, amit mondott, hogy ez megvan. Így állunk rá hit, ez a hitben való ráállás, ez azt jelenti. Mindig a keresztények mondják, hogy ráállunk hitben. Már hogyan? Hát így, amit itt most már elmondtam. Jó, ez egy nagyon fontos dolog, és ezt nem kell, ehhez nem kell imapartnert kérni, ehhez nem kell semmi. Ez csak az kell, hogy te fegyelmezett legyél Isten előtt,
és ezeket a dolgokat cselekedjed. Ennyi elég is volt nektek szerintem mára. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Meg is volt az 59 percem, dicsőség Istennek.